én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a csillagok, és hogyan keletkeznek körülöttük a bolygórendszerek. Még nagyon kicsi lehettem, talán óvodás, mikor szüleimmel gyakran éjszakánként feküdtünk a füvön a kertbe, néztük a csillagokat, és kérdezgettem szüleimet, hogy mik azok a fénypontok, melyik csillag, melyik bolygó. Ők válaszolgattak, ameddig a tudásuk terjedt. Aztán kénytelen voltam magam utána nézni a dolgoknak, ismeretterjesztő könyvekbe, ilyesmi. Később egyetemista koromban bekapcsolódtam már a csillagászati kutatásokba is, és akkor éreztem igazán azt, hogy ez az, amit egész életemben csinálni akarok. Lényegében a naphoz hasonló csillagok keletkezését vizsgálom, erről van egy általános elképzelésünk, hogy ezek a csillagok csillagközi anyag, óriás gáz és por felhőiben keletkeznek, azoknak a legsűrűbb részei, úgynevezett felhőmagok gravitációsan összeomlanak, ennek a közepén kialakul egy csillagkezdemény, és a maradék anyag egy lapult struktúrát, egy csillagköli korongot hoz létre. Ez a korong táplálja a születőben levő csillagot, és ez a korong a bolygóknak a születési helye is. Például ezek a csillagköli korongok, ezekről korábban azt gondoltuk, hogy egy viszonylag egyszerű, szimmetrikus szerkezetűek. Most, hogy már tudunk olyan képeket alkotni róluk, ahol részletek is látszanak, látszik, hogy sokkal bonyolultabbak, mint aminek gondoltuk. Tehát ilyen spirálkarok, inhomogenitások, csomók vannak bennük. És ez egy kérdés, hogy ez miért van, hogy a bolygók okozzák, hogy ezekből lesznek a bolygók, vagy miért van ez? Az is érdekes, hogy egyfajta objektum típus, amit én tanulmányozok, azok váratlan kitöréseket mutatnak. Pár hónap alatt hirtelen tízszeresére, százszorosára nő a fényességük, és amikor egy ilyen valaki felfedez, akkor arra a csillagász közösség ráugrik, megpróbálják a legkülönbözőbb műszerekkel észlelni, és akkor ez egyfajta versenyhelyzet, amiben az ember ugye próbál elsőként kikerülni, megnyerni ezeket a pályázatokat, és amikor olyan mérések kerülnek a szemünk elé, amiről tudom, hogy na, ezt most én egyedül tudom a világon, hogy hogyan néz ki az a rendszer, az egy nagyon érdekes dolog, egy nagyon érdekes érzés. Ez egy fantasztikus szakma, és ezt akarom csinálni életem végéig.